Kis túlzással azt lehet mondani, hogy kassára már hazajárnak a nyíregyházi kosarasok, ugyanis az elmúlt hétvégén a felkészülési időszakban már harmadszor lépett pályára a határ túloldalán Sitko Ernő együttese. Mivel a Sweet lemondta a részvételt, Szavicsék csak két meccset játszottak. A Nagyszeben ellen 3-4-en keresztül vezetett a Marsó nyíregyháza, végül azonban az ellenfél nyert 87-75-re, a Kassa pedig 86-75-re verte a magyar csapatot. Az első mérkőzésen azt akartam mondani, hogy nagyobb győzelmi esélyünk volt, de ez nem igaz, mert a másodikon is volt győzelmi esélyünk, és úgy gondolom, hogy egészen jól játszottunk, viszont a második mérkőzés lényegesen minőségibb volt a Kassa ellen, mint azt a Nagyszebed ellen tettük. Kicsit pontatlan volt a játékunk, úgy érzem, hogy a játékosok nem igazán értették meg, hogy néhány méter különbség is nagyon sokat számít egy játék megvalósításánál. Ezt a második mérkőzésre már kiküszöböltük, illetve sokkal türelmesebben játszottunk. Úgy gondolom, hogy a továbbiakban arra kell törekednünk, hogy a játékainknak megtaláljuk azokat az opcióit, amivel meg tudjuk verni, vagy meg tudjuk lepni majd az ellenfeleinket, illetve mindenképpen az a legfontosabb, hogy türelmesen és kontrolláltan tudjunk végigjátszani mérkőzéseket, és végig kézben tudjuk tartani az egész találkozót. A szakmai igazgató elmondta, hogy Jovanovics egyelőre még nem győzte meg teljesen arról, hogy segítségére lehet a csapatnak. A szerb játékosnak 3 meccse lesz arra, hogy kiharcolja helyét a keretben, csütörtöktől ugyanis a szlovákiai Svitben lépnek pályára nyíregyháziak, a házigazda, valamint az egyaránt cseh Jindřichuk Hradec és Svitavi társaságában.